Mai vendégemet nagyon nehéz lenne bemutatni egy mondatban, vagy röviden, mert ha azt mondom róla, hogy színész, vagy esetleg az, hogy humorista, az nem fedné teljesen a valóságot. Nekem inkább ő egy olyan ember, aki sok mindent megél, és ezt a legnagyobb szerencsénkre meg is osztja velünk. Szóval a mai vendégem Badár Sándor. Szervusz, köszöntelek. Szervusz. Azért is kezdtem ezzel, mert valahogy azt láttam, hogy mindenki azt firtatja, meg azon gondolkodik, hogy vajon te ki is vagy, vagy mi a te foglalkozásod. Ez neked is ennyire fontos, vagy ez csak mások? Csőrétből ki ennyire, most akkor hát, fejtsük meg, hogy a Badár mit itt csinál. Igen. A újságírók, amikor fel szoktak hívni, gondolom kapnak megrendelést, hogy valakiről kell írni, és akkor kapnak egy nevet. És azt szokták csinálni, hogy az internetet elkezdik böngészni, és akkor 200 ezer információ bezúdul rájuk. Hát Mata Harinak nincs ilyen előélete, mint ami nekem, és akkor nem tudják megfejteni, hogy ki vagyok, hogyha nem ismernek közvetlenül, és akkor elkezdik címszavakba kilegelni az internetből a fontos szavakat, hogy színész, humorista, stand-upos, de vasutas volt, de lovakkal foglalkozik, de a gyerekek közé. És minden, és akkor ezt így odazúdítják egybe, aztán fölhívnak, hogy most akkor mondjam már, hogy ki vagyok tulajdonképpen. Én azt szoktam mondani, hát hogy a névjegykártyám, ami elhíresült, arra az van ráírva, hogy próbálkozó, szóra sem érdemes művész, de ezt már nem használom, mert egyrészt a barátaim ezt ellopták, úgyhogy az a 50 vagy 100 darab névjegykártya az is abban fél órába elment. Aztán utána ezt már nem akartam tovább forszírozni, de én azt gondolom, hogy inkább mostanában már úgy mondanám, hogy így a kihívások embere vagy a kihívások mestere, mert annyi mindenbe nyúltam már bele, hogy nyugodtan elmondhatom ezt. Hát, egy ember. Tehát akkor nekünk ez, vagy másnak sokkal fontosabb ez, mint neked. Mert például azt mondom, hogy te most leginkább, amit mondtál is, hogy gyereklovagoltatással foglalkozol. Az sem már. Hát, is, és tehát mire is, az újságíró megnézi, hogy mi vagy, igen. Már nem is az van. Az egy újságcikknek a folyamánya, azt valamikor 12 évvel ezelőtt írta le rólam egy barátom, aki kijött hozzám, amikor éppen nyári lovastábor csináltam a gyerekekkel, nagyon jó érezte ő is magát a végtelen nyugiba a Dunaparton, és látta, hogy a gyerekek meg a felhőtlen happy-be ott vannak a lovakkal együtt, és ott élvezkednek. Az egy szakasza volt az életemnek. Most is megvannak a lovaim, mert a barátságot nem dobjuk el, ez egy 30-35 évre szóló szerződés ember és állat között, úgyhogy ez nem egy ilyen, hogy ennyi idő alatt így vége van a történetnek. Csak most már annyi minden mással is foglalkozom, hogy nem fér bele a dologba ez az oldala, hogy én szervezetten foglalkozzam így a gyerekekkel. De viszont napi szinten dolgozom a lovakkal, mert az meg engem éltett, tehát van, aki kutyát sétáltat, van, aki lovat, tehát ez nekem fontos. De már nem ez a fő tevékenység, egy melléktevékenysége inkább úgy mondanám az életemnek. Ugyanakkor sok minden mással is foglalkozom, tehát hogy ugyanez az alapon mondhatnák azt is rólam, hogy rally versenyző vagyok, de ez se igaz, mert egy rallyn indultam, tehát... De az én helyet lehet, hogy azt mondanám. De beleférne. Azért mondom, hogy próbálkozom, sok mindenben próbálkozom, olyan különleges dolgokkal, amikkel mondjuk az átlagember nem biztos, hogy megvívna, vagy nem biztos, hogy venni a fáradtságot. Nekem meg kifejezetten egy színes folt, egy érdekesség, ami miatt mondjuk azt mondom, hogy ha nem próbálna meg senki, akkor én megpróbálnám, tehát akkor rámennék a történetre, és ezek a dolgok engem éltetnek, meg izgatnak. Viszont akkor mondjuk az a része talán megállta a helyét, hogyha nem tudom, azért azt mondom, hogy mondtad, az életed az olyan kb., hogy a Matahari pityeregvel ebben lakhat, akkor ezeket a dolgokat, amiket megélsz, viszont ezt valóban megmutatod, vagy elmondod nekünk. Tehát azért fontos része az életednek, hogy ezt kibeszéld. Igen, most már egyre inkább azt mondom, hogy majdnem azt mondom, hogy azért csinálom, de nem azért. Elsősorban a magam szórakoztatására, meg a magam élvezetére, de természetesen ugye hát mivel Magyarországon élünk, meg magyarok vagyunk, ugye a kisember formáját tudom hozni én is, tehát ugye Amerikában minden másképpen működne, hogyha van a hátam mögött egy gyár, aztán csak úgy odahajítom, és akkor azt mondom, hogy vegyük meg a Chelsea-t. Tehát nem így van, hanem ugye természetesen az ember kíváncsi, azt mondja, hogy ó, hát ezt meg lehet csinálni, nem olyan nagy gond, fussunk rá. Elindul,
abban a pillanatban, hogy elindult a történet, nálam már nincs visszaút. Tehát, hogyha egyszer azt mondom, hogy ha már rágódok rajta annyit, hogy tudnék foglalkozni a dologgal, és azt mondom, hogy igen, akkor utána nem szoktam visszafordulni, akkor már hajszolom bele egyre inkább magam. És akkor ugye keresni kell azokat a lehetőségeket, amik segítenek abban, hogy benne tudjak maradni, hogy végig tudjam csinálni. De persze ezek magyar dolgok, tehát nem tudja az ember csak a kis zseppénzből megcsinálni, csak barátok segítségével, akkor történetesen, hát hogyha most azt mondanád, hogy csináljunk ide egy óriás televíziót, akkor azt mondanám, hogy elgondolkozok rajta, holnap megmondom. Holnap azt mondom, hogy hát volt lámpa, láttam, még minden volt, létre. Fönt is tudnának venni, működhet, csináljunk egy nagy tévét. Egyedül a neve az az, amit nem tudok, de majd megmondja valaki, fussunk rá. Ráfutunk. Óriási lelkesedés, két nap múlva kiderül, hogy vas nincs rá, tehát hogy akkor hogy az Istenbe lesz ebből nagy televízió? Hát úgy, hogyha széles tömegeket rá tudunk húzni, hogy érdekeljen ez valakit, akkor azt tudjuk bizonyítani, hogy ebből lehet nagy tévét csinálni. Szóval elindul a görgeteg, aztán egyszerűen az ember nem tud ebből kifele mászni, csak úgy, hogy előrefele tolja, mint a ganajtúró bogár, hogy egyre nagyobb lesz a halmaz. Aztán vagy sikerül, vagy nem. Mik ez a színpadon levés, meg elmondás, azért már gondolom alapvetően benned volt. Ez a Szentesi Gimnázium, drámatagozatos gimnáziumban jártál, ami eleve, ahogy én tudom, egy olyan, nem tudom, vagy szellemiséget, vagy összetartást ad, amit én mindig csodálkozva láttam, mindig aki azt mondja, hogy oda jártam, hogy a Szentesre jártam, van benne egy ilyen kis büszkeség. Tehát az, hogy igen, te a színház felé, színpad felé menjél, azért az benned volt. Hát a nevében is benne van, hogy ez egy iskola. Tehát amikor létrehozták, és akik létrehozták, azok, hogy úgy mondjam, már akkor is nagy nevek voltak. A Várkonyi Zoltán a film és színház oldaláról, Bácskai Miska bácsi, az pedig a színjátszás oldaláról, vagy a népi színjáték oldaláról, az amatőr színjátszás oldaláról. És ezt a kettőt, ezt nagyon ügyesen ötvözték, és hát, hogy azt mondjam, ma már nem biztos, hogy olyan faramúci módon, vagy annyira kirívóan hangozna, de abban az időszakban, én ezt egyre inkább szoktam hangoztatni is, abban az időszakban ez egy nagyon-nagyon újdonság és új kezdeményezés volt az országon belül, hogy legyen egy ilyen szabad szemléletű iskola, ahol felhomályosítják a gyerekeket. Tehát nem kifejezetten az volt a cél, hogy itt mindenféleképpen színészeket képezzenek, hanem nyitott szemű embereket alakítsanak ki, akik mondjuk másfélképpen gondolkoznak a világban, vagy másfélképpen tekintenek a világra. És ugye akkor volt egy meghatározott irány, hogy merre kell nézni, de ezek az emberek egyre inkább a másik irányba kezdtek el nézni, mert ott is van valami, amit eddig nem lehetett megnézni. És hát nem volt ez kimondva, de ez, mégis ez a szabad szellem, ez innen jön. Azok az emberek, akik innen szakadnak ki, azért hurcolják a büszkeségüket, mert kapnak egy olyat, amit máshol nem kapnak meg. Hogy ma milyen ez az iskola, ezt nem tudom. Mert ugye azt hiszem 35 évvel ezelőtt volt az a pillanat, amikor ebbe az iskolába bekerültem, és azért eltelt egy pár év, meg kijött egy pár osztály onnan, de nagyon-nagyon sok nevet adtak a szakmának, nagyon sok olyan embert, akik nem is foglalkoznak a szakmával, tehát a színészet közelében nem járnak, de mégis szabad szellemű emberek, a szellemiségét vitték tovább ennek a dolognak, népművelők lettek, tanárok lettek, olyan tanárok, akik magyar tanítanak, de olyan tanárok, akik kémiát tanítanak, tehát nagyon érdekes a dolog. Lett egy csomó operatőr, lett egy csomó filmszakmába elhelyezkedő ember, és hát rendezők is, stb., meg egy pár színész. De és egy jó pár zenész. De az a krém, akik hogy úgy mondjam, a nevet hurcolják tovább, mert ezek vannak elől, akiket látnak az emberek, azok pontosan tudják, hogy azok nélkül, akik hátul állnak és ugyanott végeztek, azok nélkül nem látszódnának rendesen. Így aztán ez a szimbiózis, ez ma is megvan, meg ez egy elég komoly és egyre nagyobb közösség, akik a Szentesi Drámaiba végeztek. Ott áll. Záró? Ott az árodánál. Jó, az áró. Hát, jó, az áró, az biztos. Az árodánál. Ja. Visszanézett? Szerintem rám. Na? Mm.
Megálljon, kedves uram! Fizetni is kell. Visszatettem. Megöllek a kurva anyádat. Nagyon feldúlt állapotban volt. Megöllek a kurva anyádat. Megkérdeztem, hogy mi a probléma. Vörös a feje. Korai érett. Te szarosok! Visszatette. Elloptad. Feldobtam. Elloptad. Feldobtam. Nem történt károsodás. Elloptad. Feldobtam. Elloptad. Feldobtam. Elloptad. Magának vörös a feje. De ezzel a szabad szellemmel, meg hogy néztél jobbra, néztél balra, elmentél váratlan fordulattal vasutasnak, amit neked, nálad szintén igen előszeretettel emlegetnek, és te is, tehát ez elég fontos. Igen, mert fölvállalja az ember. Tehát én nem gondoltam azt soha, hogy azért, mert az ember mondjuk színész, vagy úgy hívják, vagy amit nem szeretek igazán, de mégis sokan használják, hogy művész úr, hát így azt mondja, hogy kiemelik így a többiből, de ugyanaz az ember, tehát hogyha én most azt mondom, hogy színész lennék, vagy színész vagyok, akkor nekem ugyanúgy kell járkálnom a világban az emberek között, szinte észrevétlenül, hogy tudjam figyelni őket, mert másképp nem tudnám eljátszani őket, mert ugye azokat a sarkított mozdulatokat, meg azokat az elemeket, amiket a nép használ, azokat a színpadon meg kell tudni eleveníteni, vagy egy filmben föl kell tudni használni, nem gyalulhatok fordítva. Tehát az embernek ebben benne kell lenni ahhoz, hogy meg tudja örökíteni, meg tovább tudja adni valamilyen módon, és tudni kell azt is, hogy mi az, ami a sark, a sarkítás, tehát hogy hol bukik meg a történet, tehát hol lesz a színplánból, hol lesz egy extra. És ezt ugye az ember, hogyha nincsen benne napi szinten, és azt mondják feladatként, hogy hónap után egy patkolókovácsot kell eljátszani, akit ugye mondjuk segberugaló, akkor ezt, ha én nem vagyok benne, és nem tudok odaállni úgy a lóhoz, hát meg se tudom emelni a lábát, mert nem fogja föladni, vagy ha föladja, azt rátehénkedik mind a 4,5 mázsájával, akkor az embernek ott marad a vesélye. Tehát ezt az embernek át kell érezni, meg oda kell állni, tudni kell, hogy kell ezt megcsinálni. Ha tudom, akkor azt mondják, hogy jó színész vagyok. Ezt csak egészbe lehet csinálni, és föl kell tudni vállalni. Na most én akkor, amikor azt gondoltam, hogy nem vagyok színpadra való, mert ugyanekkor a közönség előtt játszottunk Szentesen, mint ami itt van mellettünk, nem látja a közönség, de hát gyakorlatilag nincs, aki tapsoljon. Ugyanígy átfordult az agyamba, hogy nem értem azt, hogy miért kell nekem színpadon szerepelni, amikor hát igazán az értékét elveszíti az, hogy egymásnak játszunk ott, akik vagyunk a színpadon. És azt mondtam, hogy el kell menni, meg ki kell szakadni innen, egy civil melót vállal az ember, csinálja, aztán majd sodor az élet, és akkor lesz valami. Így aztán hát több állomáson keresztül eljutottam a vasútig, ami egy nagyon érdekes közeg volt számomra. Egyrészt olyan emberek voltak, akiket kerestem. Tehát ha a szabad szelleműséget említem, akkor ezt a szabad szelleműséget bele tudtam súlykolni ezekbe a vasutasokba, mert ezeket érdekelte a vasút, de sokkal inkább minden más. Furcsa volt az, hogy jönnek-mennek a vonatok, mint az őrült, és valaki Mester és Margaritát olvas közben az asztalon, fekve. ez engem azért izgatott, és érdekelt a dolog. Miközben elszaladt egy másfél-két óra hosszára, hogy megetesse a malacokat, abból, amit elszórt a vagon. Tehát ez egy nagyon izgalmas helyszín volt, és én ezt nagyon élveztem. Először csak úgy gondoltam, hogy oda megyek, aztán majd egy év múlva felvételizek valahol, azt úgyis továbbállok, meg majd úgy is kiemelkedek a sorból, és akkor majd lesz valami nyomorúságos diplomám, azt kezdek valamit magammal. Aztán egyre inkább azt éreztem, hogy nem biztos, hogy nekem arra akkora szükségem van, hogy olyan módon tanult ember legyek, amikor ilyen módon meg művelt ember leszek. Úgyhogy maradtam ott, olvastam én is könyveket, feküdtem az asztal tetején, jöttek-mentek a vonatok, szigorúan ellenőrzöttek, és zajlódott az élet. És ez még izgalmas is volt ráadásul, úgyhogy ebből lett 12 év. És egy jókrábáli humora volt az egésznek? Nagyon érdekes humora volt, akkor még nem is néztem meg ezt a bizonyos filmet.
menet közben hozzájutottam, meg hát menet közben hozzájutottam sok más olyan lehetőséghez, ami meg párhuzamosan a vasúttal tökéletesen működött. Tehát például még a vasútnál dolgoztam, de már filmeket forgattam. Még a vasútnál dolgoztam, de már járkáltam a világba. Tehát ezt hagyta, engedte, nem gátolta a szerv, és ugyanakkor meg azért mindig vissza-vissza rántott, hogy tessék csak dolgozni, tessék csak beállni, 17 órát lenyomni éjszaka, aztán majd reggel, hogyha végeztünk, akkor majd megesszük a lángost, megesszük a pálinkát, azt akkor boldogok leszünk. Tehát ez ennek volt egy iróniája is, de volt egy bája is az egész dolognak, és hát egy kisvárosban majdnem azt mondom, hogy szinte teljesen mindegy, hogy az ember éppen hol dolgozik, mert hát reggel föl kell, elmegy a műhelybe, vagy a gyárba, vagy a mit tudom én hova, ledarálja a napját, aztán hazamegy, elmegy a barátokkal, szórakozik egyet, lefekszik, másnap reggel föl kell, így megy minden nap. Hát ebbe kellett belevinni az extrát, ezért kellettek a kirándulások, ezért kellettek a cimborák, ezért volt szükségem arra, hogy ha már van ingyen jegyem, és föl tudok jönni Pestre, akkor csak följövök egy napra, mászkálok, kószálok, bevitt a kíváncsiság mondjuk egy múzeumba, de aztán bevitt a kíváncsiság az Eltére, azt véletlenül felvettek japán szakra, tehát... ha már ott voltam. Ha már ott voltam. Tehát ezek olyan dolgok, amik egy ilyen hirtelen jött ötletek, az ember vagy él a lehetőségével azonnal, vagy nem él vele, azt megy vissza a poros kisfalujába. Ezek, hogy úgy mondjam, ezek így szinte így jöttek így egymás után, én meg így szinte mindegyiket elvállaltam gondolkodás nélkül, mondom, majd lesz valami, futunk valameddig, aztán megy a történet. De nem dobtam el azért egyiket a másik miatt, hogy abból ugorjak át az egyik deszkáról a másik deszkára, hanem ezeket így mind egyszerre akartam tolni előre. És japán szakka? Japán szakka, fölvettek, 2,5 évig ott tanultam. Nagyon jól éreztem magam különben, csak hát szoktam mesélni a stand-upokon, hogy a japán nyelv nem nehéz, de egy idő után borzasztóan nehéz. Tehát az ember elkezd japánul tanulni, háromfajta írásnemet kell megtanulni, és kétfajta beszélt nyelvet kell megtanulni. Ez még majdnem működne, mert tud az ember palócul is beszélni, meg tud az ember pestiesen is, meg szentesiesen is, ahol zárt elvvel beszélnek az emberek, de a három írás nem az egészen durva. Tehát hogyha magyarosítanom kéne, akkor kéne tudnom írni magyarul magyar betűkkel, magyarul gót betűkkel, meg kéne írnom magyarul latinul. Tehát az felejthető. Tehát amikor bejött a kanji, amiből 47 ezer írás jel van, akkor úgy gondoltam, hogy megtanulom inkább a vasút összes tankönyvét, mint a kanjit, ami ilyen vastag, és amikor kinyitottam, akkor nem tudtam, hogy éppen hol járunk a történelemben. Tehát az nekem egy akkora olyan kőfal volt, amit már nem tudtam átugrani. És akkor hát így szépen óvatosan kijöttem belőle, de amit addig tanultam, az nekem pont elég volt ahhoz, hogy amikor Japánba jártunk a barátommal, akkor tudtam használni a nyelvet, meg tudtam érteni magam, meg tudtam értetni magam, és hát el tudtunk mászkálni úgy Japánban, hogy nem kértünk hozzá különösebb segítséget. Hozzáteszem, többet tudok japánul, mint angolul, tehát úgyhogy azzal semmire nem mentem volna. Ez is olyan furcsa, hogy mondod, hogy igazából el tudtunk mászkálni Japánba, amit én tulajdonképpen tudok, mert ugye hallottam már többször, következésképpen megint ott vagyunk, hogy amiket megélsz, azokat elmeséled. De amikor megéled, akkor gondolom még nem tudod, hogy el fogod mesélni, vagy ezek így jönnek, automatikusan áramlanak belőled? Talán az első elementáris kaland ez a Japán volt, amire azt mondtam, hogy van értelme elmesélni másoknak. De nagyon furcsa, mert az időszak, ez a 87, 86, 87, 88 időszak, ez egy furcsa időszak volt. Akkor már a Szőke Bandi barátommal találkoztunk újra, mi ugye mind a ketten szentesiek vagyunk, szentesről indultunk, aztán elmentek az útjaink, ő itt Pesten elkezdett filmmel foglalkozni, nem kell olyan értelembe venni
azt, hogy most valahogy elkezdett filmmel foglalkozni, hogy onnantól kezdve, hogy rendező lett, vagy bármi, hanem hát elhelyezkedett a filmgyár közelébe, takarító volt a moziban, meg ilyenek, de ahhoz, hogy valaki abba az érába mondjuk filmrendező legyen, hát az sok lépcsőt meg kellett mászni, és hát nagyon-nagyon sok hátszéllel kellett rendelkezni. Na most, tehát a Vandi ettől függetlenül, mivel hozta ő is a szentesi figurát, úgy lett rendező asszisztens, ahogy más nem szokott, úgy került be a filmgyárba pont a közepébe, ahogy más nem szokott, úgy parolázott minden reggel a ma ismert összes rendezővel, meg a ma ismert összes televíziós emberrel, ahogy más nem szokott, és úgy készített filmet, hogy amit ők kidobtáltak a kukába, azokat ő kiszedegette, és csinált belőle filmet. Meg amik lecsöppentek, hát maradék nyersanyagok, azokat ő felhasználhatta, mert mondták neki, hogy ez egy érdekes srác. Csinálja. Csináljad, bohózkodjál, csináljad ezért. És lett belőle filmrendező. Ugye napkor úgy mondtad ki a fagyit, hogy így tartottad előre. Úgy nézték és tartom, mint egy felkiáltó. Hát igen, mert simulhatom a tünetet. Ne állj föl! Ne állj föl és ne magyarázz. Azt mondtam, hogy csor, vagy nem csor. Azt mondtam, hogy így hoztad ki, mint a felkiáltó. Mindenki rád figyel a strandon. Nem beszélve arra, hogy rámejtett. Minden ebből nem. Abból nem kapaszott. Helyesen. Hogy jött épp? Mindenki feküdt. Te meg álltál. Ott hagytál a szégyenbe, rámentetted a fagyit. Hát nem, a végét öntöttem, mert nem maradt. Meglepték a legyek a hátamat, figyelj meg. Onnan egy kicsit. Úgy, nem, hesine. Úgy néztem ki. Napadnék. Úgy néztem ki, mint aki 3 hétig napozott. Piros az egy intőjel. Hát mindenki piros. Már nem azért jöttünk ide, hogy nézd azt, hogy én hogy eszek. Maxima, könnyen kullad. Mert nem vetted észre a dinnyézést. Dinnye is piros. Dinnye is piros, azért nem vetted észre. Mit mondtam, hogy hova nézi a dinnyére? Hát a francia nőket. Nem a dinnyére, hanem a kezit nézett, hogy ki hozza. Nem. Ott volt a dolog, hogy nem beszél arról, hogy nem bízhatok benned, mert amilyen magas vagy, olyan szűk látókörű. Sokan nem tudják, hogy nem csak filmrendező lett belőle, azt hiszem, hogy a 800 dokumentumfilmet rendezett a televíziónak. Tehát azért ezt kevesen tudják. Azért az elég széles látókörrel rendelkezik utána az ember, mert ugye ahhoz már el kell indulni a világba, hogy valaki dokumentumfilmet készítsen mondjuk halottak napjára olyan emberekkel, akik láttak is már olyat, meg akik ott élnek, meg azzal foglalkoznak, az a munkakörük, az a munkájuk, és még, még legyen olyan, hogy még üzenete is legyen neki, vagy menjen el valahova egy olyan helyszínre, hogy gyakorlatilag, hogy úgy mondjam, kinyilvánítás nélkül teljesen tárgyilagosan készítsen egy vidéki történetről egy darabot. Nem csak az, hogy fölveszünk, hogy nagyon szép virág, nagyon szép fa, hú, ott repült a madár, azt jóval megvan a dokumentumfilm, csak meg bejött egy traktor a háttérbe, hanem hogy ennek legyen éle meg értelme. Nagyon sok ilyet csinált, és akkor abban az időszakban találkoztunk újra, és a véletlennek úgy hozták, hogy mind a ketten vágytunk arra, hogy valahogy egy kicsit megint színpadon legyünk, a közös történetünk megalapozta ezt itt Budapesten a Hunnia moziba. Kaptunk egy lehetőséget, hogy nem ment a kávézó, valahogy dobjuk fel, tudunk egy péntekenként csinálni valami műsort. A tulajdonos megkért bennünket. Hát persze, hogy tudunk. Hát semmi nem volt a gondolatunkban, de persze, hogy tudunk. Aztán kérdeztem a szülőket, hogy mégis mit tudunk. Azt mondja, hogy semmit nem tudunk, majd oda megyünk, az valami lesz. Hát majd mesélünk, azt mondja, hát ő is tudja az én vasútas sztoriaimat, hallotta, látta. Amikor leszállt a vonatról, akkor látta végtelen káoszt. Azt ő látta úgy, én meg az ő ferdültségét láttam. Ebből kettőből elindultunk, ezt kereszteztük egymásra. Elmentünk, hát az első fergeteges előadásom, hárman voltak. Legalább többen, mint ti. És akkor de legalább többen, mint mi. Én kérdeztem is a szőkét, hogy lesz ebből sorozat műsor, mert hát ugye arra kértek föl bennünket, de mondom, most rögtön megbukunk, vége lesz az életnek. És akkor azt mondta a szőke, hogy majd megoldjuk. Végül is megoldotta, mindenkinek volt pohara, kulcsa, mindenféle eszköz a kezébe. Mondta, hogy annak a három embernek, hogy most akkor zenekar leszünk, mert mindenkinek a kezébe van a hangszer, kezdjük el ritmusra ütögetni. Ezt elkezdték. Szőke kicsolta őket, kimentünk a körültra, elsétáltunk a Blaháig meg vissza, és 240-en voltunk. És megvolt a műsor. És így indult el a történet, és lett belőle egy körülbelül 2 éves periódus, minden héten pénteken egyre többen álltak, a végén már a Csiga lépcsőn is voltak emberek, utána át kellett tenni az egészet a moziba, mert már nem fértünk el, és hát lett belőle egy nagyon érdekes korai stand-up, én úgy mondom mostanában,
mert ugye akkor nem volt ennek neve. Még mi szőkével Van Mensónak neveztük el, de hát Isten igazából nem tudjuk, hogy a performance határán álltunk, vagy pedig hol. Témája nem volt, mindig fölültem a vonatra, jöttem föl pénteken előadást tartani este, tök egyedül voltam, mert már szétváltunk a szőkével, mert oszthatatlan lett a pénz, és az a 3000 forint, amit kaptunk, és akkor így azt csináltuk, hogy A7, B7, akkor majd úgy jobb lesz. Ezt az első év után osztottuk ketté így, és akkor ugye ki kell találni a vonaton, hogy miről rizsázok este. És ezek a kalandok, a japán sztori, és a többi olyan, ami megtörtént velem, ezek mind kalandnak számítanak, ezek akkor fogantak meg az agyamba, és akkor kezdtek el szépen hízni úgy, hogy a mai napig mondjuk egy másfél órás előadás van egy témából, akkor meg volt belőle negyed óra 20 perc, és akkor, hogy kitöltsem az egy óra hosszát, 2-3 témát kellett érintenem ahhoz, hogy ott tudjam tartani az embereket. De ugyanazok az arcok jöttek vissza minden héten, tehát egyre inkább úgy éreztem, hogy most már törzs közönségem van. Ez arra is sarkad, hogy nem mondhatom ugyanazt. Ugyanaz a sztori. Tehát ez volt a legdurvább kihívás, hogy nekem minden héten másról kellett beszélni, mert egyszerűen nem mondhattam ugyanazt, mert akkor azt mondták, hogy a múlt héten elmondtam, menj a francba, nem ezért hoztuk a pénzünket ide. És ugye este meg volt az egy óra hosszás műsor. Volt olyan, hogy rizst főzött az egész brigád, tehát ugye, japán sztori, hoztam otthonról angolnát, azt ott látványosan megpucoltam, és akkor földaraboltam, mindenki főzte a rizst, hoztak paprikát, készült a kőleves, és akkor a végén, még a műsor után azt még el kellett fogyasztani. Rengeteg ilyen téma van, meg sztori, ami így menet közben pattant ki. Aztán volt olyan, hogy még amikor jöttem fel, akkor hallgattam a rádiót, és akkor mondták benne, hogy ilyen és ilyen rendszámú autókat köröznek, mert ellopták őket. Ember nem szokott lopott autót megtalálni. Én amikor a Hunnia Múzinnak az utcájába sétáltam, ott a Veselényi utcában, megláttam az autót, az egyik ilyen lopott kocsit, megmaradt az agyamban a rendszám. Nézem, mondom, hát megőrülök, mondom, megvan a lopott kocsi. De nem volt már idő arra, hogy ezt így kifejtsem, mert körülbelül 2 percem volt, hogy elkezdjem a műsort, és még nem találtam ki a témát. És elkezdtem, megcsináltam annyit, hogy csak betelefonáltam a rendőrségre, hogy találtam itt a Veselényi utcában egy lopott kocsit, én meg benn vagyok a Hunnia moziba. És jöttek is kerestek. És akkor műsor közepén valamikor meglátok egy bakancsot, jó napot kívánok, Balázs Sándort keressük, mondom, én vagyok azt, jöjjön velünk, elvisszük. És mindenki meg volt győződve, hogy valamit csináltam, hogy elvitt a rendőrség. És elvittek, ugye tanulnak, hogy hol a lopott kocsi, mutassam meg, ott van, mondom, nem az enyém, én csak láttam, ott van, mondom, de nem tudtak elmenni vele, mondom, mert leeresztettem mind a 4 kerekét, és akkor hát így, ugye a közösség meg ott ült így, hogy szűzanyám, ez most a műsor része, vagy hogy az Istenben van, ugye soha nem tudták, hogy éppen mikor mi történik, mindig volt valami váratlan. És akkor visszamentem egy olyan másfél óra múlva, még ott ültek, kávézgattak, mert nem tudták, hogy nincs mi lesz a műsornak. És ugye, és akkor visszajöttem, hogy hát elvitték a lopott kocsit, mondom, meg lett, nem én loptam el, bárcsak én loptam volna el, mert nagyon jó autó volt, és akkor befejeztem a műsort valamilyen módon egy 20 perc alatt. Hát ilyenek voltak. Azokat, amikor elutazol, azt is úgy rögtönzöd, mint a műsoraidat? Tehát, hogy itt jó van, akkor hónap elmegyek, mondjuk például, hogy ez lesz itt Újpesten, vagy Káposztás megyen a műsorod, ez a Bamako sztori, hogy gyakorlatilag ugye rally versenyző vagy. Az is ilyen, hogy gondolsz egyet, azt jó van, akkor elmegyek, elindulok ezen a versenyen? Nem sokat tud az ember gondolkozni. Tehát, hogyha most azt mondja valaki, hogy üljünk fel a vonatra, szaladjunk ki Bécsbe, az nem egy akkora történet. Hát ez bármikor meg lehet tenni, nem kell hozzá nagy kapacitás, hát az embernek van pénze, kimegy, aztán téve jött a rettentő sok körforgalomba. Az engem úgy, az elfut mellettem. De ha valaki azt mondja, hogy hónap után megy egy kis csoport Tanganyikába, nincsen kedved kijönni? Akkor már lehet, hogy van. Akkor már van, mert akkor már gondolkozok rajta, és hányan mennek? Hát egy 8-an. 8-an, mondjam, egész országban 8 embert érdekel Tanganyika, hát akkor legyünk 9-e. Akkor már izgat a dolog.
ha nem, nincsenek extra követelések hozzá, tehát nem azt mondják, hogy hozd ide az összes pénzed, meg add el a házat, hogy el tudjunk menni, akkor ez teljesen vállalható, mert ugye az egy kihívás, hogy lehet oda menni, mi lesz, és nincsenek kérdéseim azzal kapcsolatban, hogy na de hol fogunk aludni, na de hogyan fogunk élni, hát mit fogunk aludni, milyen nyelven beszélnek ott, ez majd így menet közben jön magától. És hát majdnem az összes ilyen utazásom az így történt, tehát én otthon anyáméknek csak bejelentettem, hogy elmentem. Hova mész? Hát ugye elmentem, ez mehettem moziba is, de volt úgy, hogy kimentem Csehországba, és akkor kérdezték, hogy hova mész? Hát mondja, ahol csak megyek, megjövök. Ez 3 hét volt. Tehát ugye szinte azt mondom, hogy észrevétlenül telt el otthon, és majdnem minden utazásom így alakult ki, mert sok gondolkodási lehetőség nem volt rajta, hogy igen vagy nem, mert hogyha történetesen mondjuk most a japán példát veszem alapul, nem sokat kellett gondolkozni azon, hogy az ember elinduljon, ha egyszer 25 000 forintba kerül a jegy, de 5 évig gondolkoztunk rajta, mert 5 évig 460 000 forintba került, csak akkor ajánlott fel egy ember egy olcsóbb lehetőséget. Hát ez nem kérdés onnantól kezdve. Senki nem ment abba az időszakban, vagy csak nagyon-nagyon kevés ember, azok egymásról se tudtak, erről híradás nem volt. Tulajdonképpen az utolsó olyan ember, aki abba az irányba ment, az Marco Polo volt, vagy Körösi Csoma. Tehát nem sok információ volt abban az időszakban. Internet nem volt, hogy ezt fölüssük. A Bamako Rally az ugyanígy pattant ki. Egy barátom, aki motorral végigment rajta, ő egy újságfotós, egy sportújságnak a fotósa, ő rágta így a fülemet, de ennél többet nem tudtam erről a Bamakóról. Tehát az, hogy innen 10 000 kilométerre van, fogalmam se volt, mégis addig piszkálta az agyamat, hogy na, Bamako, mondom, annyiszor elmondta ezt a Bamakót, már megőrülök tőle. Természetesen a családom azonnal tiltakozott, hogy nem mehetek ilyen környezetbe, mert az arcélem alapján azonnal áldozattá válok, és hát nem fogok visszajönni, és akkor mi lesz? Úgyhogy ment a házi küzdelem, hogy igen, nem. Aztán egyik alkalommal, azt hiszem, hogy a második év végén megint ugyanez a srác, Mező Jani, földobta a lehetőséget, azt mondja, hogy na, Bamako? Mondom, mondjál valamit erről Bamakóról, mert megbolondulok, hogy nem tudok róla semmit, az annyira fontos. És akkor azt mondja, hogy hát, semmi gond, beülsz egy autóba, valakinek a kocsijába, az végigmentek. És akkor esetleg navigálsz neki, vagy csak úgy ott ülsz, az szórakozol, akkor is megérte, hihetetlen kulturális kaland. Hát mondom, üljön be arról se valaki mellé a kocsiba, mondom, ha én nem vezethetem az autót, akkor nem is érdekel az egész, mondom, hát attól kihívás, hogy száguldunk végig ott a szavannán. Hát azt mondom, hogy másfélképpen kell. Na ez volt az a sarkalatos pillanat, hogy ha másfélképpen kell, akkor ez kivitelezhető, mert végül is akkor csak össze kell dobni a történetet. És akkor elkezdtem először fejbe gondolkozni, hogy mégis mi kell hozzá, autó. Azt kitől lehet szerezni? Hát egy rally versenyzőtől. Hol vannak rally versenyzők a közelembe? Kővári Barna. Na, Kővári Barnát megkerestem. Kővári Barna nem akart Bamakóba menni, mert még annyi sem tudott róla, mint én. De aztán meggyőztem 2 telefonbeszélgetéssel, hogy gondolkozzon el rajta, hogy Monte Carlo-ba bármikor el lehet menni rallizni, de Bamakóba akármikor nem lehet elmenni. Azt mondja, kér 1 hét gondolkodási időt, 3 nap múlva fölhívott 00:30 éjjel, azt mondja, Bamako, ennyi volt, akkor mikor találkozunk? 2-kor. 2-kor találkoztunk a nagyi palacsintázójába, azt összedobtuk a történetet egy ilyen kerekasztalnál. És azt hiszem, hogy mire elindultunk, 5-ször találkoztunk, addigra minden megvolt, persze semmi nem volt, de szépen apránként jöttek össze a történetek, és amit más mondjuk 2-2,5 év alatt szervez össze egy bamakói utazásra, az nekünk meg lett 2 hónap alatt. Úgyhogy nem volt kocsink, tehát egy ilyen vizes poharunk volt, kocsink nem volt. Lett az is, lett bele való, lett üzemanyag, lett hozzá vízum, ami talán a legnehezebb, az nagyon-nagyon kalandos úton lett meg, és hát lett történet hozzá, mert elmentünk, elindultunk a Bamako Rallyba versenykategóriába, végig is száguldottunk, nem könnyű. Majdnem azt mondom, hogy nem is gondoltuk azt, hogy mire vállalkozunk, mert hogy nem is tudtuk.
De amikor már benne van az ember, akkor érzi igazán azt, hogy hú, azért ez nem egy egyszerű dolog, és hogy normális emberek számára nem kivitelezhető, mert ez nem a körút. De még annál is rosszabb? Zsúfolt. Hát igen. Majdnem azt mondom, hogy a főkészülésre én, ha valakinek tanácsolnám, hogy hogyan készüljön föl, azt mondanám, hogy tegyen egy kört a Balkánon. És akkor nem éri váratlan dolog a Bamako-ba, mert magyar embert nem tud váratlan dolog érni Afrikába, és most már azt mondom, de a terep az külön kihívás, azért érdemes elindulni úgy, hogy mondjuk egy Erdély, Moldávia, Litvánia, Bulgária, aztán jöjjön vissza, ahogy bír, és menet közben találkozik, biztos, hogy találkozik olyan emberekkel, akiknek kell a cucc, ami a kocsiba van. Menet közben biztos, hogy lesz egy olyan helyszín, ahol nem akar aludni, de csak ott tud. És ugye ugyanezek a történetek megvannak Afrikában is, csak hát arab nyelvterületen, tehát még nekem is japánul volt írva minden, és hát Fekete Afrika meg furcsán csodálatos, nagyon-nagyon érdekes kihívás, és hát a táj amellett, hogy fenomenálisan szép, eléggé veszélyes is. Ez azért egy jó kis kihívás. Nem mered megnyalni. Gyertek segíteni szólni, mert ez innen már nem megy! És itt is maradtunk. Erről csinált egy filmet is. Erről csináltam egy filmet, így van. Hát persze egyedül nem tudtam volna megcsinálni, de a barátaim segítségével meg tudtam csinálni, létre tudtam hozni. Kellett hozzá három ember, kellettem én, de most nem azért teszem magam előre, hogy fényezzem magam, hanem kipattintója kellett, hogy legyen ennek az egésznek, hogy ezt létre lehet hozni egy filmet. Ha nem lett volna annak idején a Szőke, aki nekem ugyanígy adta elő, hogy játékfilmet fogunk forgatni, azt látok egy szuper 8-as kamerát a kezébe, amit így húz föl kézzel, és 3 percig lehet így vele forgatni, akkor nem hiszem el, hogy abból egy mozifilmet fogunk csinálni, de a Szőke elhitette 2 mondattal, azt mondja, az lesz, kész, ennyi volt, és meg voltam győződve, hogy mozifilm lesz belőle, és az lett. Na, én ugyanígy a Kővárival, meg a Pataki Ádám barátommal 2 perc alatt elhitettem, hogy fogunk ebből csinálni egy mozifilmet, és utána a következő kérdés az volt, hogy jó, de hogyan? Üljünk az asztalhoz, elmondom. Kell hozzá egy kamera? Nem. Kell hozzá 7 kamera kell hozzá, hogy mindent föl tudjunk venni, de hogy tudjuk fölvenni 7-en, ha csak 3-an vagyunk? Hát úgy, hogy pálcákra rakjuk a kamerákat, azt ahol megállunk, kitűzik a kamerákat, és ez minden kamera minket fog venni, mondom, és majd dolgoznak, aztán majd ide vágunk, oda vágunk, mondom, azért leszek én a rendező, hogy ezt tudjam fejbe tartani, hogy mit szeretnénk majd összehozni. Persze nem tudtuk, hogy mi vár ránk, ugye, így aztán kellett bennük a lelket tartani, hogy vegyed, az utolsó pillanatig is, mint az ATR is, amikor zuhan lefelé, azt akkor vesz észre, hogy veszem, de nem nyitottam ki az ernyőt, tehát ezt az utolsó másodpercig kell tudni venni, és hát kellett hozzá természetesen kamera, meg nyersanyag, ahhoz meg szponzor kellett, úgyhogy azokat a tárgyalásokat meg már lefolytattam én, hogy legyen hozzá megfelelő anyag, meg legyen hozzá minden, ami a kivitelezésnek az alapeszköze, a szellemiséget meg már ott belerántottuk az egész történetbe. Így lett belőle szerintem egy nézhető, izgalmas, hát nem nevezném már dokumentumfilmnek, sokkal inkább azt mondanám, hogy egy road movie, de ez azért van így, mert közben az élet olyan történeteket dobott csak úgy oda elénk, ami majdnem azt mondom, hogy egy hasonló úton nem jönne ebbe a formába oda, tehát amit nem tudtunk elképzelni agyba, meg amit elképzeltünk agyba, ezek ott mind megvalósultak. Tehát én a pszichéjét akartam ennek a filmnek kihozni, vagy ennek a rallinak kihozni, tehát hogy az ember
hogy változik át egy rally versenyen belül, hogy lesz a dobozon belül feszültség, az hogy pattan vissza a falról, hogy ütköznek össze az emberek úgy, hogy felületesen ismerik egymást, de egymásra borzasztó nagy szükségük van, de lehetnek ősi ellenségek is ugyanebből kifolyólag. Hogy a nélkülözés, meg a nincstelenség, meg a külső nincstelenség az hogy hat az emberre, tehát a környezet hogy változtatja meg a szemléletet. Ezeket mind kitaláltam előre, hogy alapeszközei lesznek ennek a filmnek, és majd alaptörténeteit fogják adni. Szóval aztán menet közben jöttek mellé a kalandok, ahogy mindig is jöttek, így aztán lett belőle tengeri mentés. Ugye, hogy kerül egy rally versenyző úgy az óceánba, hogy nem is akar, aztán csak úgy viszi az autóját a víz, és hogyha nem állunk ott, akkor nem tudja megmenteni őt senki, ha meg odaállunk, akkor meg gyakorlatilag kiesünk ebből a versenyből, ami miatt elindultunk. Az ember mégis ezt vállalja föl, mert ez van közelebb. Abból lett egy napi borzasztó kínlódás, aztán egy végtelen barátság ezekkel a lengyel cimborákkal, akikkel soha nem láttuk egymást, és nem is biztos, hogy mostanában fogjuk, de gyakorlatilag egy elválaszthatatlan barátság lett belőle, mert pontosan tudták ők is, meg mi is, hogy megmentettük az életüket. Ha nem arra megyünk, akkor ez nem történik meg. De hogyha nem megyünk arra, akkor ebbe a filmbe nem kerül bele soha. Két nappal később minket gályáztak ki a homokágyból, aztán mi magunkat ástuk egy egész éjszakán keresztül, aztán mi vesztünk össze, aztán mi békültünk ki, aztán mi kezdtünk el barátkozni Afrikával, aztán körbevett bennünket Afrika. Úgyhogy a nem várt kalandok így adták ki a filmnek az ívét, meg így adták ki azokat a szerethető, meg körömrágós perceket, amiket aztán már csak be kellett rendezni a filmbe, aztán meg kell tudni, hogy 0 perc, meg 76 perc, és kijönni egy eleje, és vége, és kész. Előbb-utóbb mindenen tudsz nevetni? Hát igen, mert az ember egyrészt, hát hogyha nagy bajban van, akkor csak a humorával tud kijönni. Nekem ez a hitvallásom, tehát a családom ezt nem bírja már ezt a viccet, de én azt szoktam mondani, amikor a macska rohan, viszi a papagájt és lóg bele, és csak ennyit mond, hogy nem kell beszarni. Tehát hogy vannak helyzetek, amik nagyon-nagyon kemény helyzetek a világban, ahhoz nem kell menni Afrikába. Egy Európába is lehet találni olyan pillanatokat, amikor az ember tényleg veszélyhelyzetbe kerül. Hát aki úton van, az veszélyben van. De ez nem jelenti azt, hogy ezzel kell együtt élni, hogy én állandó veszélyben vagyok. Az ember, amikor ott van egy ponton, akkor ki kell élvezni a végtelenségig azt a lehetőséget, hogy most abba vagyok benne, abba a szituációban vagyok benne. És hát, hogy úgy mondjam, lehet kihívás egy füstös kocsmaajtó is, mert az ember nem tudja, hogy mi várja bent, belép, csak egy kávét akar inni, aztán már mindjárt van 8 cimborája, akik ütögetik a hátát, beszélgetnek vele, benne vagyunk egy rejtőregénybe. Tehát ez nem kell messzire menni, hogy az ember kalandokat találjon, a bátorságot kell venni, hogy az ember ráfusson erre a mezőre. Aztán utána majd szépen sodorja az élet. Hát vannak, akik otthon ülnek, aztán nézik ugyanezeket a filmeket, ezeket a történeteket, vannak, akik meg kifejezetten úgy élnek a világban, hogy keresik a bajt, tehát mennek elfelé. Én meg úgy élek, hogy keresem azokat a lehetőségeket, amik ezekre az extrém helyszínekre elsodornak. Keresem a különlegességet is benne, valószínűleg azért, mert hogy az élet nem olyan hosszú. Egy-két kalandnak bele kell, hogy férjen, hogy az ember tudjon még mesélni 10-20 évig valamiről. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Egy piros lámpán elveszíthetjük az egész célbérésünket. 2:50 perc van.